95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Egy mediátornak nyilván az a feladata, hogy különböző ellenérdekű vagy nem ellenérdekű felek között megpróbál hidat vagy valamilyen csatornát képezni. Tökéletesen mondod. Így van, két mediátor, vagy akár egy mediátor, mert hogy én párban dolgozom, nem tehet mást egy mediációban, egy békítésben, egy közvetítésben, ahogy az a neve is mutatja, mint sem, hogy két egymást meg nem értő ember között azt a bizonyos kommunikációs csatornát kitakarítsa. Na most az van egyébként, hogyha emberek beszélgetnek egymással, akkor kell, hogy megtalálják azt a bizonyos kapcsolatot. Tehát, hogy ahhoz, hogy az a csatorna meglegyen kettejük között, nem biztos, hogy kell harmadik fél, úgynevezett mediátor. Mert hogyha két ember gondolkodik és beszélget, akkor nyilván előbb-utóbb az egyik, gondolom én, azt fogja mondani, hogy jó, most elszámoltam 10-ig, nyugodjon meg mindenki, és akkor kezdjünk el normálisan beszélgetni. Nem kell feltétlenül egyből, nem tudom, kiabálva mondani bármit is, vagy a saját gondolataimat ráerőltetni a másikra. Ez nagyon szépen hangzik, az a helyzet. Amikor az ember egy másik emberrel konfliktusban van, akkor annyira tele van érzelemmel, sérelemmel, fájdalommal, hogy egész egyszerűen képtelen meghallani azt, amit a másik mond. Tehát nem elég a 10-ig elszámolok, vagy gyorsan fűzök magamnak egy öntsort, hanem az kell, hogy egyrészt meghalld valahogy azt a másik üzenetet, de hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon nehéz, mert érzelmileg egy terhelt pillanatban van az ember. Általában, aki mediátorhoz megy, azért megy, mert azt várja tőle, hogy na majd az a mediátor igazságot tesz. De ez nem így van. Az a mediátor meghallgatja a két felet, és teljesen függetlenül érzelmileg tőlük megpróbálja lefordítani az üzenetet. Nagyon sok összetevője van ennek. Egyrészt addig a bizonyos konfliktusig el kell valahogy jutni. Tehát, hogy szerintem, hogy a két ember beszélget egymással, akkor előbb-utóbb látják majd, hogy akkor kisebb konfliktusok vannak. És amíg csak kisebb konfliktusok vannak, addig azokat nyilván sokkal egyszerűbb megoldani, mint ahogy szokták mondani, betelt a pohár, és akkor hirtelen mindent rázúdítok a másikra. A másik felvetés pedig az, hogyha már az van, hogy beszélni kell a másikkal, és nem hallja meg a másikat, akkor egyébként könnyen előfordulhat, hogy az ember a gondolatait azért nem tudja átadni, mert rossz kommunikációs módszert használ, vagy rosszul fogalmaz, és ezért nem érti a másik. Igazából nem is tudom, miért ülök itt, mert annyira jól látod, hogy mi történik valójában akkor, amikor két ember valahogy összeütközik egy történetben. Nem olyan rég volt egy esetünk, ahol a férj és a feleség azon kaptak össze 28 év házasság után, hogy a férj szerette volna a köztéri virágokat meglocsolni. Nyugdíjasok voltak mind a ketten. A feleség meg úgy értette ezt, hogy ezt az időt elveszi tőle. Amíg rájöttek előttünk, velünk való beszélgetés során, hogy valójában az az idő, amíg a férfi a virágokat locsolja, az egy egészen magába vonuló pillanat, negyed óra, fél óra, amíg azzal a kocsival végigmegy a város Muskátlin, hogy a feleség valójában akkor értette meg, hogy szükség van a férjének valami én időre, és az 28 évig nem vetődött föl közöttük. Ez a felismerés, ez egy nagyon jó pillanatban történt kettejük között, és azért mondom ezt a példát, mert hogy amikor arról beszélünk, hogy két ember között van valami feszültség egy érzelmileg terhelt pillanatban, akkor általában az ember ezért elég nagy százalékban egóból áll, át akarja vinni a saját gondolatát a másiknak, és meg akarja arról győzni. És ez már csak egy ilyen tornasorbeli helyjáték, hogy ki lesz elől, ki lesz hátul. Én azt tapasztalom, hogy amikor meghallgatják az embereket teljesen független valakik, az lehet egyébként a szomszéd is, és lehetsz te is egy független olyan helyzetben, ahol két ember nem érti meg egymást, akkor már az a csapa, hogy megnyitódik, megnyílik, azzal már rés van a pajzson, és be tudsz jutni oda, ahol ők ezt a bizonyos konfliktust igazából a mélyében meg tudják beszélni. Vagyis az egész az egóról szól, hát az embernek a saját gondolatairól, meg a nem tudom győzni akarásáról. Abszolút. Én azt gondolom, hogy ennek egyébként nagyon nagy százalék a genetika is, és amikor párokkal dolgozunk, nem véletlen vagyunk mi is ketten egy ilyen helyzetben, két mediátorul, két másik féllel szemben. Ti is másképp látjátok. Abszolút. Tehát én nem tudok férfi aggyal gondolkodni, ezt én vállalom. A nagy szerencse, hogy a társam, aki férfi, nem tud női aggyal gondolkodni. Viszont ez a fajta kettős látás, ha ezt mondhatom jó értelemben, akkor azt eredményezi, hogy mind a két fél azt érzi, hogy
hú, biztos van itt egy nő, ezek szerint a mediátor nő, aki engem biztos megért, mert nő vagyok, és milyen jó, mert a férfi is azt érzi, ez az egyensúly, ez párbeszédet tud eredményezni. A párbeszédnek mindig meg kell lenni az első pillanattól az utolsóig, és legjobb esetben, hogyha egy nagyon hosszú kapcsolatról, emberi kapcsolatról beszélünk, legyen az akármilyen, akkor előbb-utóbb már párbeszéd nélkül, mozdulatokból, nézésekből, tettekből is megértik egymást az emberek. És vissza az iménti példáthoz, a muskátli locsoláshoz. Itt egyébként én azt értem, hogy a pasasunknak kellett némi én idő, sok-sok év, 20-valahány év házasság után, viszont ezzel együtt érthető a nőnek a fölvetése is. Tehát, hogyha eddig ilyen nem volt, akkor ez most honnan jön? Onnan, hogy elmen nyugdíjba a férfi, később, mint a feleség. És addig a feleség azt élte meg, hogy a férfi elmegy a munkába, és tulajdonképpen ő addig el van otthon a házi munkával, viszont ahogy a férfi hazajött, rendet raktak közösen a garázsban, az egy jéghegy csúcsa volt tulajdonképpen. Az egy közös tevékenység. Ott nem érezte a feleség. És abban a pillanatban, ahogy a férj talált magának egy kis saját kis, hát bizniszt, vagy neve, nem bizniszt volt, ez ilyen kis saját elfoglaltság, a feleség úgy érezte, hogy kiszorítja ebből a saját idejéből őt a férj. De eddig azért nem volt ez probléma, mert nem vetődött föl a nyugdíjig ez a viráglocsolás. Csak utána, ugye elkezdenek a nyugdíjasok foglalkozni mással, mert hogy mivel töltsék ki az időt, amit eddig a munkával töltöttek. De ezzel együtt, tehát, hogy én ezt mind megértem. Viszont könnyen előfordulhat, hogy és esetükben is ez történt szerintem, hogy az ember, és akkor most általánosítva mondom, az ember különböző problémákat gyárt saját magának, és ahelyett, hogy meghallgatná az ellenérdekű felet, hogy ő miért hozta azt a döntést, vagy szeretne esetünkben éppen muskátlit locsolni, azelőtt meg is válaszolja saját magának, és lehet, hogy butaságot mond, és csupán csak föl kellene tenni megfelelő kérdést. Például, hogy most minek neked muskátlit locsolni, hogyha velem is foglalkozhatnál? Hát egyrészt az jutott eszembe, hogy vajon én fogok-e valaha muskátlit locsolni, hogy lesz-e olyan pillanat, amikor nekem ez eszembe jut, és bízom benne, hogy igenis, és bízom benne, hogy nem. Az a helyzet, és megint csak a tapasztalatokra tudok támaszkodni, amit látunk egy ilyen, hát egy steril környezetben, amikor két emberrel, egy párral, egy házas párral, vagy egy élettárssal beszélgetünk, hogy ez mindig a jéghegy csúcsa. Tehát ezek a konfliktusok, ezek sokkal inkább csak tünetek. Oda leásni, hogy ott lent mi van a legmélyén, az hát az nem egy-egy jó kérdésfeltevés. És különösen, amikor azt mondod, hogy egóról beszélünk, illetve én is mondom, hogy egóról beszélünk, és ez borzasztóan erős tud lenni egy párbeszédben, nem tudunk föltenni olyan kérdést, amit a másik meghall. És ezzel együtt pedig, hogyha az ember jobban beleáll saját magába, és hogyha egóról beszélünk, és a saját egóját mondjuk elteszi valahová, egy második, harmadik polcra, akkor, és ez most egy dupla hurok lesz, tehát hogy az, hogy a saját egóját elteszi, lehet, hogy abban a pillanatban a másik egója nyer, de egyébként az csupán egy nyertes csata, és a saját egóm hátra szorításával a háborút én fogom megnyerni. Kicsit sakmat helyzet van, amit most mondasz, mert hogy igen, ez lenne tulajdonképpen ez az önfeladásnak egy része, és akkor talán azért folytom el magamba azt a bizonyos belső indulatot, hogy úgy teszek föl kérdést, hogy a másik megadja magát, és majd hosszú távon én nyerek, de azért akárhogy nézem, nem tudom lebontani ennyire praktikusan azokat a helyzeteket, amikkel megkeresnek minket az emberek, mert ott olyan sérelmek vannak, 20 évvel korábban történtek alapján, amit nem lehet már egy olyan kérdéssel igazából megválaszolni, amit föltennének egymásnak. Nagyon bonyolult, nagyon bonyolult. Tehát nincs általános képlet, nincs. Beszélni kell, és ahány ember, annyiféle konfliktus és gondolkodás, és annyiféle egó ráadásul. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, és még nem mutattalak be, ideje, hogy megtegyem. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban, itt a 95.8 Sláger FM-en, a mai Slágerkultban, Gönczi Dorka, mediátor. Köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Én is, szervusz. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Dorkával. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Gönczi Dorka, mediátor. Az elmúlt 10 percben, negyed órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között említettünk muskátli locsolást, ez egy példán keresztül jött föl, mert ugye említetted, hogy volt emberünk, aki élete egy pontján, sok-sok év házasság után, több mint 20 év házasság után úgy gondolta, miután a kedves felesége is nyugdíjba ment, hogy akkor ő elmegy, meglocsolja a köztéri muskátlikat, a hölgy pedig nem értette, hogy miért kell neki elmennie muskátlikat,
magát locsolni, holott vele is tölthetné az időt. Emberünk csak én időt szeretett volna, és persze nyilván a muskáti locsolás alatt rájött volna arra, hogy akkor, de inkább hazamegyek a feleségemhez, és majd vele töltöm az időt, meg beszéltünk egóról, hogy azt hova kell tenni, meg hogy minden ember más. Folytassuk azzal, hogy egyáltalán hogy lesz valakiből mediátor, aki egyébként magyar szakos középiskolai tanár eredetileg. Biztos voltam benne, hogy valami dolgom lesz majd azzal, hogy az emberek közötti, hát nem konfliktus, mert akkor még nem gondoltam, amikor egyetemista voltam, hogy én konfliktusokkal fogok foglalkozni. Nyilván nekem is voltak az életemben konfliktusok, de abban hittem, és azt tapasztaltam, és azt tanultam, hogy gyerekkorom óta, miután most is hallott, hogy szeretek beszélni, és ez nem változott, sőt azóta erősödött bennem. Amikor emberekkel találkoztam és beszélgettem, akkor mindig azt vettem észre, hogy nagyon szeretnek nekem beszélni. És hogy jó közönség vagyok, jól hallgatok, meg néha, most már mondjuk az utóbbi 15 évben keményebben kérdezek, és ezt vállalom, de ez bizonyára a korral is jár, tehát nem egyetemista vagyok, hanem most már szerintem egy érett nő. És amikor a mediációval elkezdtem foglalkozni, ez nagyon egyszerű volt valójában, egyenes út volt a válásomból a mediáció. Én gyorsan váltam, és békésen, saját megállapodással, tehát mi magunk szültük meg a volt férjemmel az egyességet, és azt hiszem, hogy amikor a bírónő arcán azt láttuk, hogy hú, hát ez milyen gyors, milyen szép válás volt, akkor úgy mindkettőnk vállát meg lehetett veregetni, hogy ez sikerült. Érdekes ez a bizonyos jelző, amit használtál, hogy szép válás, maga a válás nem lehet szép, tehát hogyha ugye két ember szereti egymást, akkor annak nem kell válása, vagy nem kellene válással végződnie, és mielőtt folytatnánk ezt a bizonyos mediátor vonalat, azelőtt említetted, hogy téged érdekeltek a konfliktusok. Ez azért egy elég érdekes helyzet, tehát hogy az ember ugye alapvetően az iránt szokott érdeklődni, ami őt boldoggá teszi, meg ami alapvetően pozitív töltetű. A konfliktus az nem egy pozitív töltetű dolog. Az eredménye viszont az, amikor azt látod két emberen, hogy hát, hogy valami történt, valami feloldódott, valami gát átszakadt, már értem, hogy mit akart mondani a barátnőm, már értem, hogy miért csaltak meg, már értem, hogy a szomszéd miért mérgezte meg a kutyámat, és a többi sorolhatnám a profánabb példákat. Az nagyon piszkált már óvodáskoromban, hogy nem értettem, hogy gyerekek mit tudnak azon sírni, ríni, hogy egyik elveszi a másiknak a majmát vagy a lapátját. Én nagyon közösségi ember voltam mindig, és azt éreztem, hogy ezzel biztos, hogy lesz dolgom, nem tudtam még, hogy ide lukadom ki, majd erre a mediációs területre, de a konfliktus az alapvetően inkább a kommunikáció fele vitt, és ahogy szeretek írni, szeretek beszélni, és aztán megtanultam hallgatni, és akkor ilyenkor ezek a párok, akik azt látják, hogy valakit figyel, őket megnyitja. Ez azt jelenti, hogy korábban, amíg még nem voltál mediátor, és belekerültél egy konfliktus helyzetbe, akkor nem csak úgy vettél benne részt, hogy a saját egódból kifolyólag szeretted volna a szerinted saját igazadat érvényre juttatni, hanem közben kívülről figyelted magad, hogy adott helyzetben hogy viselkedsz? Ez egy nagyon jó kérdés, és soha nem figyeltem szerintem magam kívülről, és szerintem most Gönci sem figyelem. Gönci Dorga vagyok, konfliktusban vagyok 15 évvel ezelőtt, kiabálok és mondom. Igen, nem, ez most sincs. Remélem, hogy nem vagyok ilyen skizofrén, hogy kicsit így beszélek magamról egyes szem harmadik szemében, tehát ilyen nem volt még. Az egy nagyon hálás dolog, amikor ügyfelek visszakopogtatnak, és azt mondják, hogy most már értem, Dorka, hogy mit akartál mondani. És egyébként azt szeretem, hogyha nem jönnek sokszor az ügyfelek, mert az azt jelenti, hogy adtunk nekik olyan valami útmutatót, ami mentén meg tudták oldani a sajátokat. Szóval, hogy alapvetően te tanár vagy, méghozzá magyar tanár, de nagyon sok minden voltál, amíg mediátor lettél. És hát azt én értem, hogy persze érdekelt a konfliktus, pontosabban a konfliktusoknak a megoldása, de hogy jutunk el odáig, hogy egyszerűen te azt mondod életed egy pontján, hogy akkor én elvégzek egy ilyen tanfolyamot? Mert hát nyilván az ember nem tud úgy mediátor lenni, hogy eldönti, és akkor holnaptól az. Magyarországon ma már egyre ismertebb a mediáció. Igen, mert 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen. Nem volt. Elmondták a szomszéd meg azt mondta, hogy hülye vagy és kész. Így van, szó szerint körülbelül ez volt. És adtak is a véleményére, úgyhogy lehet, hogy egyszerűbb, hogyha szomszéd leszek majd a következő életemben. De hogy alapvetően a mediáció az egy olyan 12-15 éve van itt kis hazánkban. Egy angol száz, hát tudomány, mondhatom, hogy egy ilyen tudományközi tudomány. Egy kicsit jog, kicsit pszichológia. Nem kell hozzá jogi végzettség, és nem kell hozzá egyéb kommunikációs végzettség, az csak előny, ha valakinek van. Nekem volt, és tudtam, hogy van hozzá affinitásom. És a saját válásom saját válásomból úgy fakadt ez az egész vágy, hogy én ezt megmutassam másnak is, hogy lehet jól válni.
hogy érdekelt az a rengeteg kiskapu, ami a magyar jogrendszerben van. Egy csomót megtaláltam, és ennek mentén segítek pároknak, akik elakadnak, és nem akarnak menni ügyvédhez és bíróságra harcolni. De el kell végezni valóban Magyarországon egy vagy többféle képzést, már rengeteg ilyen akreditált intézmény van, aki ezt képzi, ez képzi a mediátorokat, és bekerültem az igazságügyi minisztériumnak a rendszerébe, lehet kérni a felvételét az embernek, egy mediátornak, hogy ő szeretne akkor rendes, bejegyzett mediátor lenni, és onnantól kezdve tulajdonképpen elindult a történet. Én perbefogható mediátor is vagyok egyben, ami azt jelenti, hogy ha a bíróság engem kirendel, fölcsapják a mediátor könyvet, és akkor ebben az ügyben kirendeli Gönczi Dorkát, és már volt ilyen ügyem, akkor nekem rendelkezésre kell állnom. Ez azt jelenti, hogy ha másképp fogalmazok, hogy a mediátor lényegében a válást megelőző út. Tehát, hogyha két ember mondjuk egy párkapcsolatban eljut odáig, hogy akkor nem megy tovább, nem tudunk tovább menni, váljunk el, akkor próbáljuk meg azt, hogy előbb elmegyünk egy mediátorhoz. Hát, hogyha tud segíteni, és akkor viszont a válás elkerülhető. Nem vagyunk váláspártiak, és nem vagyunk válásellenesek. A mediátor nem azt csinálja, hogy visszarugdossa a párokat arra a startvonalra, hogy szeressék újra egymást, mert hogy az lehetetlenség, de már volt olyan, hogy eljött a pár, 22 év házasság után egymás alkalmazottai voltak, a feleség fülénél húzva citált a férjet, és a harmadik órában felrobbant az utca a végén a főnyomócső, látni lehetett az ablakunkból, föltépték az ablakot, ránéztek egymásra, és közölték, hogy akkor mi most lemegyünk a naplementébe, és együtt maradtak. Nem is találkoztunk velük többet. De amikor egy pár eldönti, hogy elakadt a kapcsolatában, és nem akar harcolni, mert tegyük föl, már valahonnan tudja, hogy a mediátor az kicsit gyorsabban pörgeti az eseményeket, és fájdalommentesebben, akkor eljönnek, hogy válni szeretnének, de soha nem tudják egyébként, hogy tényleg válni akarnak, vagy újra csinálni a kapcsolatot. Úgyhogy ez ott szokott kiderülni a 3-4 órás beszélgetés után. Nem tudom, melyik filmben, talán a Rossz Anyák című filmben van egy jelenet, amikor a főszereplő hölgy elmegy az aktuális pasiával, vagy férjével egy ilyen, hát nem tudom, hogy mediátor, vagy pszichológus, vagy párterapeuta, vagy valakihez, és akkor elkezdik mondani akkor ott a kis helyzetet, hogy akkor én így gondolom, te meg úgy gondolod, és akkor ő meg mondja, hogy mondjon mindenki, a két résztvevő fél, nem tudom, 5 jó tulajdonságot a másikról, és akkor egy kicsit még a hangjukat is eltorzítják hozzá, aztán utána elkezdenek veszekedni, és akkor azt mondja a hölgy, aki alakítja ezt a bizonyos párterapeutát, vagy mediátort, vagy nem tudom kicsodát, hogy igen, nagyon sok embernek segítettem már, vagy nagyon sok párnak segítettem már, és alapvetően ez egy sikeres szakma tud lenni, viszont önöknek azt tudom mondani, és nem alkothatok véleményt, de magánemberként nagyon gyorsan váljanak el. Volt már ilyen, hogy megkérdezték az ügyfelek, hogy Dorka, most akkor nekünk most el kellene válni, vagy maradjunk együtt. Soha nem mondhatja meg egy mediátor, hogy mit csináljon az a pár. Nem lehet ítélkezni, és nem lehet irányítani őket. De amikor ordít valami egy kapcsolatban, és volt ilyen, hogy 14 éve nem értek egymáshoz. Tehát az, hogy együtt legyenek az ágyban, az konkrétan csak a gyermek nemzésre szolgált. Ott az emberben megszólal a magánember, hogy hát most itt mit lehet építkezni? De ugyanakkor például ennél a párnál, akinél ez történt, ők tökéletesen megvoltak így. Tökéletesen megvoltak anélkül, hogy ők fizikailag egymáshoz értek volna. Volt egy közös céljuk, az a gyerek, volt egy tök jó egzisztenciájuk, egy nagyon jó harmonikus, még azt is mondom, hogy intellektusuk, tehát meg zsák a foltja. Tökéletes pár ebből a szempontból. De nyilván ember vagyok, és látszik rajtam, hogy föltehetek egy olyan kérdést, hogy egyébként az intimitás az hol van a kapcsolatból. És ez nagyon-nagyon vékony jég. Nagyon-nagyon meg kell húzni a határt, hogy ne derüljön ki az én ítélkezésem. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Gönczi Dorka, a mediátor. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Gönczi Dorka, mediátor. Az elmúlt fél órában nagyon sok mindenről beszéltünk már, többek között arról, hogy belüled hogy lett mediátor, úgyhogy eredetileg te magyar tanár vagy. Mondhatod, hogy mindig is érdekeltek a konfliktusok, már óvodában azt figyelted az óvodás társaidon, hogy lehet összeveszni 4-5-6 éves gyerkőcöknek a nem tudom dömperen, vagy az akármilyen játékon. Aztán utána majd ide-oda sodort az élet, és pár évvel ez
ezelőtt, hát mondjuk úgy, hogy sok évvel ezelőtt elvégeztél egy tanfolyamot, és igazságügyi mediátor lett belőled. Beszéltünk muskátlilocsolásról is egy bizonyos példa alapján ez följött. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy nyilván ahhoz, hogy egy pár, vagy valakik, akik konfliktusban vannak egymással, elmenjenek egy mediátorhoz, ahhoz kell egyébként aktív tevékenység. Tehát, hogy egy mediátor effektíve te nem fogod megkeresni a párokat, hogy bocsánat, nincs nektek valami konfliktusotok? Ne beszéljünk róla. Hát ez úgy működik, mint amikor az ember keres egy jó fogászt, vagy egy jó szülészt, nőgyógyászt, vagy egy jó ügyvédet, vagy megkérdezi a szomszédját, mire jó a szomszéd végül is. És a szomszéd biztos hallott, vagy látott valamit a tévében, a rádióban, vagy bármi kis cikk eszébe jutott, vagy látott, amiben mediátor szó szerepelt. Minket kézről kézre adnak, ha ezt mondhatom. Tehát egészen egyszerűen ez a hitvallásom, hogy igenis van lehetőség arra, hogy emberek ne nyírják ki egymást egy konfliktus mentén. Hozzáteszem, szülőgyereknél is tökéletesen működik a mediáció, és még sok területen. Az egy olyan, hát mondhatom, hogy olyan hitvallás, amiért én hajlandó vagyok az utcára menni transzparensekkel, hogy igenis van olyan, hogy mediáció. Hozzáteszem, sokszor fölhívnak, hogy zenét hozzunk, Dorka, mondom, mi ez? Hát a meditációhoz. Nem, köszönöm, az egy másik tarifa lesz, de hogy alapvetően azért ez egy nagyon nagyon izgalmas téma, és most elfejtettem a kérdésedet. Az embereknek aktívan, akik konfliktusban vannak, tevőlegesen hozzá kell járulni az, hogy el tudjanak menni, ugye, egy mediátorhoz. Tehát, hogy először is, hogyha tudják, hogy konfliktus van, először is fel kell fedezni, hogy konfliktus van kettejük között. Aztán, amikor ez megtörténik, akkor utána keresünk egy mediátort, ha egyáltalán hallottak már róla. Aztán, nem tudom, fölcsapják a telefonkönyvet, és akkor csörögnek, hogy bocsánat, van szabad időpont. A mediátort alapvetően vagy reklámból találják meg, vagy szájról szájra terjed a híre, vagy olvasnak valamit, látnak a tévében egy kis riportot, vagy filmet, bármit, és igazából nem tudják még, hogy pontosan mit jelent, azt tudják, hogy hát a válással vagy konfliktussal kapcsolatban lehet, de azért a Google jó barátuk, és beírják, és akkor kidob egy csomó mediátor. Szerencsére ma már nagyon sok mediátor van, és nagyon sokféle területen működnek mediátorok, és ilyenkor írnak egy levelet, hogy hát az a helyzet, hogy hallottuk, láttuk, olvastuk, megtaláltuk, és szeretnénk eljönni a konfliktussal. Mind a ketten önkéntesen, ez egy nagyon fontos dolog. Amikor ez megtörténik, hogy ott vannak már nálatok, és menjünk bele kicsit ebbe az egészbe, úgyhogy el tudjuk képzelni. Tehát, hogy úgy történik, mint a filmekben, hogy akkor a mediátor ül egy fotelben, valami papír, meg valami alátét van nála, meg egy bögre tea, és akkor ketten ülnek a kanapé két végén, és akkor a mediátor fölteszi a kérdést, hogy na, ki akarja kezdeni? A mediátor ilyenkor, én ugye párommal ülök egy másik kanapén, tehát hogy azért legyen meg az egyensúly, azt szoktuk mondani, hogy ez egy olyan párbeszéd lesz, amelyben mi vagyunk a pályabírók, adunk nekik egy kinyomtatott, befóliázott házszabályt, hogy erre a következő 3 órára ez vonatkozik, nem rohanunk ki, nem verjük egymást meg, nem szúrjuk a másik hátába a kést, nem káromkodunk, és a többi, tehát kultúráltan próbálunk viselkedni. Többnyire sikerül. Ez lett volna a kérdés, hogy hangzott már el a pályafutásod során, a sok-sok éves pályafutásod során a szádból egy ilyen 3 órás mediáció alatt, hogy nyugi? Hát ez nagyon finoman fogalmaztad most. Hát ez borzasztóan nagyon, nagyon diplomatikus volt. Igen, hangzott el az, hogy nyugi, nagyon sok felkiáltójellel. Olyan is hangzott el, hogy én magam mondtam az ügyfeleknek, hogy most fejeztük be. És megszakítom a mediációt, és soha többet nem akarom őket látni. Nekik élételemük volt a játszma, hogy ők tényleg kicsinálják egymást, de azért ez egy steril környezet, és itt viselkedni kell. És ilyenkor a mediátorok ugye higgadtak, és próbálják a kereteket fent tartani, meg a párbeszédet, de valóban az van, hogy mi dobáljuk, ilyen kvázi sakkórát használunk, egyébként fizikailag is van egy sakkóránk, és dobáljuk egymásnak az időt, tehát nekik, egy bizonyos ideig, és utána pedig elkezd egy párbeszéd kialakulni, ők jegyzetelnek, tehát nem szólhatnak bele egymás hegyi beszédébe, és ilyenkor olyan felismerések születnek, amik sokszor ott hagyják a papírt véletlenül, és mindig megkérdezem, nem viszik el magukkal? Nem, nekik nem kell. És hát ugye, ami ott van a szobán belül, ami ott történik, az titoktartás köt minket, de azért nagyon érdekes, amikor ránézünk egy ilyen papírra, hogy
Hát, hogy én sosem gondoltam volna a férjemről, hogy ő úgy szereti a paprikás kumpit, hogy nincs benne papírlevél. Amikor megvan ez a bizonyos kis beszélgetés, maga a mediáció, akkor a kedves ügyfelek, akiknek a konfliktusa fennáll, vagy fennállt, ők maguk jönnek rá arra, hogy akkor itt egyébként nincs semmiféle konfliktus, csak saját magunkat hergeltük bele valamibe, vagy fel kell nyitni a szemüket a végén, hogy tehát, hogy kell, hogy mondjon valamit a mediátor, vagy a kedves ügyfél felismeri azt, hogy akkor itt ez most befejeződött. Ilyen is van, olyan is van, ez nagyon ügyfele válogatja, és nagyon érzelmi és értelmi intelligenciától függ, hogy kinek mit lehet mondani, értékítéletet nem. Azonban volt már olyan, ahogy az előbb említetted te is, hogy egy párnak azt mondtuk, hogy eszükbe ne jusson elválni. Annyira remek párost alkotnak, csak belekerültek egy mozaik családos konfliktusba, hogyha először rendbe rakják a kisfiúval való problémát, akkor ott megoldódik minden, és tudtommal, mert hogy utánkövetést folytatunk, együtt vannak. De ilyen is van, olyan is van, és van olyan is, amikor, sőt ez ilyen nagyon sokszor, hogy várják, hogy mondja meg Dorka, mondja meg, hogy akkor most én beadjam a keresetet, vagy nem, de ott ül a felesége mellette. És nem, tehát idáig nem lehet eljutnunk mediátorként, hogy ezt kinyilatkoztassuk. És ilyenkor neked az a megfelelő mondat, vagy egy mediátornak ilyenkor azt kell mondani, hogy én ebben semmiféle állásfoglalást nem tehetek. Ezt önnek vagy magának kell eldöntenie? Hát kicsit bonyolultabb a szempont, olyan, mint hogyha minden bonyolult lenne, pedig nem az. Kérdéseket teszek föl nekik. Be akarja adni? Nem ilyen nagyon direkt kérdés, de alapvetően elkezdem őket, hát ilyen végül is ez egy bőre ászúrt kérdés, ez nagyon jó, amit mondasz, tényleg ezt lehet, hogy viszem is. Igen, köszönöm, már megérte, hogy itt vagyok. De hogy alapvetően inkább az a fontos, hogy olyan kérdéseket tegyek fel nekik, olyan nyitott kérdéseket, amire muszáj válaszolni, amit nem lehet megúszni. És akkor példaként említem azt, hogy egy ügyfél egyszer azt mondta a felesége mellette volt, hogy az biztos szívem, hogy én leszek a sírban fölül. Ő szeretne utoljára meghalni, és... És akkor most megint arról beszélünk, hogy az ego. Így van. Tehát amikor egy ilyen helyzet van, akkor én nem mondhatom, hogy mit tegyenek, hanem kérdezek, és ők egyébként nagyon nagy százalékban rájönnek. És nyilván minden egyes kapcsolat úgy indul, hogy akkor... Fogalmazzak inkább úgy, hogy a legtöbb kapcsolat úgy indul, hogy hatalmas szerelem van. Minél több időt szeretnének egymással tölteni a benne lévő párok. Aztán utána telik múlik az idő, és akkor elkezdenek majd játszmázni. Van, aki mindig többet szeretne, nem tudom, adni, vagy kapni, vagy nem tudom, nyert helyzetben akarja magát érezni, pedig hát egyébként, hogyha visszagondolnak arra, hogy nem tudom, sok-sok évvel ezelőtt hogy jött létre az a bizonyos kapcsolat, két egyenjogú fél vett benne részt, ennek nem kellene megváltoznia. Volt egy kutatás Amerikában, kérdésedre válasz, ami azt nézte, hogy a féltékenység az hogyan alakul ki az emberekben. És egy amerikai kutató szerelmes, ám de elhagyott pároknak az agyát vizsgálta, és kiderült, hogy az ember, aki el van hagyva, és megmutatják az elhagyó félnek a képét, ugyanolyan agyi tüneteket produkál, mint amikor kábítószer vagy dohány kerül a szervezetébe. Tulajdonképpen egy energiabomba nem bír leszakadni arról az emberről, aki őt elhagyta, és így az ego olyan erősen, és az érzelmek, ami egyébként kőkemény kémia, olyan erősen befolyásolják azt, hogy jól tudjon dönteni egy kapcsolatban, vagy jól tudjon kommunikálni, hogy tulajdonképpen olyan, mint amikor bekötik a szemét, és megpörgetik az embert, és akkor tessék, menjél ki az utcára, előbb-utóbb valaki el fog ütni. Ez egy nagyon nehéz terület, maga a párkapcsolat, ez egy veszélyes üzem, ahogy szoktuk mondani, de amikor az elején nagyon sokat akarnak együtt tölteni, az kb. 7 hónapig tart, akkor addig termelődik egy olyan hormon, ami ezt fenntartja, és utána szépen ez lecseng. 50 évvel ezelőtt ez úgy történt, hogy azt mondta anya a kapcsolatban, hogy gyere, mit tudom én, Pista, kész az ebéd. Az meg előtte megevett valamit a szomszéddal, azt legyintett, hogy majd később. És persze utána, nem tudom, 2 órán keresztül orroltak egymásra, és minden megoldódott. Nem is volt ennyi válasz. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Gönczi Dorka, mediátor. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM.
95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Gönczi Dorka, mediátor. Az elmúlt 3/4 órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között egóról, többek között muskátli locsolásról, meg arról is, hogy hogy dolgozik egy mediátor. Tehát, hogy kell elképzelni azt, hogyha egy konfliktusban lévő pár, vagy két fél elmegy egy mediátorhoz, akkor az, az hogy történik? Leülnek, ti is ketten vagytok, mert ugye páros mediációt csináltok, ők is ketten, és akkor kérdésekkel valahogy megpróbáljátok megoldani ezt a konfliktust. Említetted már, hogy volt egy olyan pár, hogy azt mondtad, hogy akkor itt most befejeztük a mediációt, kérem távozzanak. Ezek szerint vannak megoldhatatlan konfliktusok. Abszolút. Ez igazából ez a kihívás. De hát én is emberből vagyok. Ugye a te egód előjön, akármennyire is megoldhatatlannak tűnik, akkor is meg fogom oldani. Így van, tökéletesen látod, de azért azt is el kell ismerni, amikor valami nem megy. És hát már sok Garas Dezső is mondta Kern Andrissal, hogy ha valami nem megy, ugye ezt nem feltétlen kell erőltetni. Én azért azt látom, hogy piszkálja azt az ügyfelet is piszkálta, hogy én miért, hát miért engedtem el a kezüket. És egy újabb konfliktus forrás. Azon fognak, lehet, hogy a kettejük konfliktusa megoldódik, az, ami miatt elmentek hozzád. Igazából ez viszont volt. Viszont utána azért fognak veszekedni, mert miatta fogunk összeveszni. Igazából ez lehetne egy új irány a mediációban, hogy én összeveszítem veszélytem őket még jobban, és hát elfelejtik azt, ami erősebb inger elnyomja gyengébet, így van. De hogy ilyen van, tehát hogy nekem is lehetőségem van hatósági személynek, nem mondanám magam, de mondjuk hatóságika személy lehetnék. Ez nagyon csúnya. Hatósági személyke, akkor inkább. Én magyar diplomát visszadom, igen. Szóval, hogy igen, abszolút. Figyelj, ez kész. Jó? Szóval... Vannak megoldhatatlan igen, konfliktusok. Igen, vannak megoldhatatlan ügyek, és azt vállalni kell, hogyha valami nem megy. Én is tanulok belőle egyrészt, tanulom a saját határaimat is, tehát minden egyes mediáció más is más, minden ügyfél más is más. Amikor az egyik ügyfél elkezdett velem flörtölni mediáció során, és mellettem ült a kollégám Zsolt, akkor nem történt más, mint hogy a Zsolt elkezdett udvarolni a hölgynek. Ó, hogy te ilyen szemfülesek vagytok. És az történt, amit mondasz, hogy ők ketten viszont összezártak, és egy pillanat alatt a játszma megszűnt. Aha. Mert hogy a feleséget meg kellett védeni egy másik hímtől. Uh-huh. Nem tartott sokáig a mediáció, nem működött, de az, ezek ilyen pillanatnyi helyzetfelismerések, és nyilván egyfajta improvizációra épül, és ebbe a szóba majd bele is kapaszkodnék, hogy ezt hol használjuk most, ezt az improvizációt, kifejezetten ugye színpadon. Még mielőtt belekapaszkodnál ebbe, értem én, hogy átvennéd a beszélgetés irányítását, de én még fölteszek egy kérdést, igen, mielőtt az improvizációról beszélünk. Szóval, hogy az, hogy a pszichiáter gyógyszert írhat föl, azt értjük. Az, hogy a pszichológus lényegében beszélget emberekkel, viszont nem oldhatja meg az ő problémájukat, azt is értjük. De akkor mi a különbség a pszichológus és a mediátor között? A pszichológus a mélylélektan azon részeivel foglalkozik, amit egy mediátor maximum önszorgalomból tanul meg. Nekem nem dolgom visszamenni az ügyfelek életében addig, hogy ki mikor hagyta el a pelenkáját, és mikor vált le az édesanyja melléről. Nekem csak arra a konfliktusra kell fókuszálnom, feltárva, hogy milyen személyiségek ők. Nagyon egyszerű teszteket már azért lehet találni az interneten, és mi is használunk ilyeneket. Tintapacák vannak rajta. Igen, az egy viszonylag nehéz terület, de próbálkoztam vele, nem jött össze egyelőre, az ügyfelek nem használták, vagy nem szívesen töltötték ki, de alapvetően ez maga az, hogy a mediátor abban segít, hogy proaktívra állítsa át az ügyfeleknek a nézőpontját. Példaként mondom, rendszeresen csinálunk házi rendet az ügyfelekkel, de úgy, hogy a gyerekeiket is bevonjuk. Az a feladat, hogy egy hét múlva kérek egy házi rendet, hogy kinek mi a dolga, kinek mi a feladat, és akkor derül ki, hogy ja, a gyerekeknek semmi dolga nincs. Na és akkor menjünk rá az improvizációra, meg menjünk rá arra, hogy nyilván a mediátornak a feladata, hogy a konfliktusokat, amik fölmerültek vagy kialakultak, megoldják. Viszont, hogyha az improvizációt említem, akkor ebben a helyzetben ti vagytok azok, akik a konfliktust létrehozzák két ember között a színpadon. Mi vagyunk azok, akik két nagyszerű színész segítségével megmutatjuk az elmúlt 10 évünket, nyilván esetekből,
azokból táplálkozunk, a jelenetek alapvetően ezekből állnak össze, és a két színészt, Pokorni Liát és Schmidt Zoltánt, akik egyébként az egész est során eljátszanak egy házaspárt, instruáljuk aszerint, hogy éppen nagyon-nagyon negatív irányba vigyék a konfliktust, vagy próbáljanak abból kijönni, és mindig az ellensúlyozás megvan, tehát látunk jó és rossz helyzeteket, pontosan azért, hogy az emberek egyrészt szórakozzanak, mert hogy nem azért jönnek színházba, hogy kísért szemmel menjenek haza, másrészt vigyenek haza magukkal valamit abban a puttonyban, abban a virtuális puttonyban. Példa, egy 70 év fölötti házaspára, hogy ment ki az előadásról, ez még januárban volt, akkor azt mondta a férje feleségnek, látod, mama? Hamarabb kellett volna ilyenre, és most beülünk a cukrászdába, és megbeszéljük az első 40 névünket. Mondta ezt egy kolléganőm, aki hallotta mindezt, úgyhogy alapvetően azért mindig adunk valamit, nagyon mélyre nem tudunk lemenni az előadásban, tehát ez tényleg nem egy pszichológiai esettanulmány. A címe ennek az, hogy válótársas, vagyis, hogyha jól értem, akkor ez úgy történik, hogy akkor fölmentek a színpadra, te ott ülsz, mint mondjuk egy sugó, aki oldalt ül, mondjuk a színpadon jobb elől, és nem takarásban, és akkor azt mondod a Liának és a Zolinak, tudnilik a Pokorni Liának és a Schmidt Zolinak, hogy a kiinduló helyzet a következő, és akkor elmondasz, nem tudom, egy kis sztorit, és akkor ők már tudják, hogy miről van szó. És aztán utána a különböző mondatokkal pedig elkezded irányítani őket. Így van. Egyrészt rettenetesen oda kell egymásra figyelnünk. Egyébként kollégám Varga Zsolt is fönt van a színpadon, úgyhogy itt is megteremtjük az egyensúlyt. Ez nagyon jó Liának és Zolinak, és nagyon jó nekünk, hogy látjuk ezt felépülni, ezt a történetet. Mindig irányítjuk őket, de alapvetően azért arra figyelnünk kell, hogy ebbe az improvizáció részbe mi pontosan akkor kapcsolódjunk be, amikor ők már egy teljesen más irányba vinnék. És amikor visszatérítjük őket arra a helyzetre, abba a szituációba, ami a konfliktus, akkor a nézőben is látszik, halljuk sokszor a nézőtérről a fölsziszenést, hogy hallod, vagy látod, szívem, hallod, hogy ezt mi is elkövettük? Ez mind-mind a színészek világából jövő, számtalan tapasztalatból jövő attitűd, és ebben mi akkor szólunk, amikor meg akarjuk mutatni az ellenpontozást, a jót és a rossz irányt. Azért érdekes ez, mert azt mondhatod, hogy akkor szóltuk bele, amikor elvindik más irányba. Szerintem meg itt kezd el izgalmas lenni. Abszolút. Tehát, hogy adott helyzetben, szituációban, ameddig ők eljutottak a színpadon, ők hogy viselkednek, és az már egy másik kérdés, hogy a szerepből kifolyólag viselkedik-e úgy a színész a színpadon, vagy hozott minták alapján. Igen. Volt is egy jelenet, legutóbb. Azt kérdeztem a Liától, hogy mit szólna ahhoz, hogyha egy, ez még a színfalak mögött volt, hogyha egy pillanatban meglökné a Zolit. És hát először itt teljes idegenkedés volt. És úgy fölmentünk a színpadra, és benne volt a pakliba, hogy ezt én nem hozhatom elő. És mégis előhoztam, és a Lia vissza rám nézett, igen, jó, és meglökne a Zolit. Aki remekül reagált. Ezek életszerű dolgok, és van lögdösödés a hétköznapi életben is. A nők is azért megérik a pénzüket. Egy utolsó kérdés a végére, Dorka, hogyha a közönséget vesszük. Nyilván az emberek is bizonyos szempontból csoportok, bizonyos szempontokból csoportokba oszthatók, és hogyha néznek egy ilyen válótársast, elmennek, boldogan színházba megyünk, vagy nézzünk egy ilyen szituációs komédiát, tragédiát, akárhogy nevezhetjük előadást, akkor egyébként említetted az imént, hogy kimentek, és akkor meg kellett volna beszélni, és akkor üljünk be a cukrászdába, és akkor az első 40 évüket megbeszéljük. Szóval, hogy vannak emberek, akik úgy fedezik föl a saját életük kis mozzanatait a színházi előadásban, hogy ez velünk is megtörtént, és csak így kellett volna csinálni, és akkor nincs konfliktus, és akkor pozitív. Meg van, aki úgy fedezi fel, hogy negatívan. És akkor úgy mennek ki a színházból, hogy akkor te balra, én meg jobbra. Az a helyzet, hogy nem tudjuk, hogy mentek el így nézők, én csak bízom benne, hogy nem mentek el. Erre nem tudok mit mondani. Tehát az, hogy milyen tükörben nézel bele, és mit látsz viszont, az abszolút a te döntésed, hogy te ezt elfogadod, vagy sem. Én amióta a közönséggel találkozom a színpadnak ezen oldaláról, azt látom, hogy annyira élvezik a saját magukon való nevetést is. És ez viszont végtelen magas intelligenciáról árulkodik. Úgyhogy szerintem, aki eljön, az biztos nagyon intelligens. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm én is. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en Gönczi Dorka mediátorral. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szandi Rolandot hallották. Viszont hallásra, viszont látásra.